Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy miket kaptam a pupától PR ajándékként, és egyúttal, hogy mik a legújabb újdonságok náluk. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Na, hát először is a... nem is tudom, hol kezdjem. Ugye most is úgy ültem ide ennek a videónak, hogy a mindenféle anyagokat, amiket kaptam, kinyomtattam hozzá. Ugye ez az egyik brosúrám, a másik pedig ez. És ide nézzetek, milyen gyönyörű szép kollekcióval álltak most elő. Úristen, alig várom, hogy ebbe itt belelapozzunk. Na, de nézzük, hogy miket rejt a csomagom. Nya! Itt van egy gyönyörű szép teljes kollekció, ami egyébként az ilyen koronyári napsütés és a virágok ihlette kollekció, de nekem is meglepetés lesz, mert azt tudom, hogy milyen kollekciókból érkezett hozzám valami, de hogy pontosan mik, azokat én sem tudom, mert direkt veletek akartam kibontani, úgyhogy most nézzük meg, nagyon izgalmas. Na, hát halljátok, nem bírom ki, a palettát hagynám utoljára, ha gonosz lennék, de nem bírom ki. Vagy tudjátok, mit nézzük meg, hogy egyáltalán mik vannak itt. Egy paletta, azt már láttam, az biztos. Méghozzá a Sunny Afternoon paletta, és ez, azt tudom, hogy gyönyörű, szép színvilág, és nagyon fog nekem tetszeni, de mindjárt megnézzük, hogy pontosan milyen, mert belülről még és sem tudom. Aztán húzzunk még valamit. Ő egy. Highlighter! Úristen! A brosúrában láttam, hogy ez egy gyönyörűséges, ilyen tényleg művészi mintázatú pen, amiben van ez a highlighter, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Aztán, mi van még itt? Fix and Lift Eyebrow Styler. Na, a pupa is kijött ezek szerint egy ilyen szemöldök spirál valamivel, formázóval. Következő... lip gloss. Azt hiszem, igen, valószínűleg. Ultra Shine Lip Gloss. Oké, ezt is meg fogjuk nézni. Úristen, de szép ez a csomagolás. Nagyon tetszik. Provence tavasz. Kb. Az üt eszembe róla. Caring and Priming Face Oil. Ó, ez valamilyen arcolaj lesz. Fú, erről olvastam már a prospektusban, hogy ez valami olyasmi lesz, ami primerként is jó, meg fölülre is, vagy mi. Majd mindjárt megnézzük együtt. De akkor kezdjük azzal, hogy ezeket itt nézzük meg közelebbről, és akkor egy kis információt is fogok róla mondani, meg szvarcsolunk is. Egyébként annyit megmutatok nektek, hogy ez a kreatív anyaga ugye a Sunny Afternoon kollekciónak, és itt vannak a kollekció elemei egyébként. És azt írják róla, hogy ragyogó napsugarak és a vadvirágok visszafogott színei ihlették a kollekció színvilágát, mely elegáns, modern, de mégis időtlen árnyalatok tesznek még értékesebbé. És akkor itt van benne egy paletta, ezt mindjárt meg is nézzük, amiben 10 szín van összesen, viszont több finish, méghozzá 4 különlegesen érzéki állag, és azt írják erre, hogy abszolút matt, szatin, metal foil és hipnotik géz állag. És így néz ki a paletta maga. Hát ez olyan gyönyörű. Nagyon-nagyon gyönyörű. Nyissuk ki. Ó, csak a visszajelzőn látom egyelőre, de az... Ó, wow. Júj! Azt a micsoda csillagás! Júj! Na hát ez gondolom, hogy krémes lesz már csak így ránézésből is, nem? Nagyon gyönyörű, szép úristen! Gyönyörű! Nagyon! Egyébként az egész csomagolás nagyon tetszik, meg van benne egy hatalmas nagy tükör is ugye ott, de hát úristen! Jaj, de szép! Jaj, hát ebben én nem fogok tudni belenyúlni, nem fogok merni. Na jó, hát azért egy-két dolgot csak nézzünk meg, nem? Utána majd egy teljes swatchot is mutatok, de most így nyúljunk bele. És most itt veletek először fogok én is. Ez egy ilyen jó kis fényes szín. Ez se ilyen fény. De szép vagy! Nagyon szép. Majd hozok neki önálló videót is, ahol teljesen ki fogjuk swatcholni, viszont belenyolkálok még egy-két színbe, amit nem bírok ki. Áú. Ez ilyen fóliás fényű lesz, gondolom. De úristen, de milyen könnyed kenni. Nagyon-nagyon-nagyon szép.
Úristen, vét letörlöm az ujjamat. Még ebben nyúljunk bele. Ez nem tudom mennyivel másabb kikenve, mint a felső. Júj. Oly, nagyon szépek vagytok. Nagyon. És aztán majd mutatok egy szarcsot, aztán hozok önálló videót, neki az lesz. Jó, ez egy kicsit ilyen rossz goldos is, vagy nem is tudom. Nagyon szép szín. Még egy sötétet nézzük mellé, jó? Nézzünk. Csak ha már így. Oh, eszméletlen krémes. Nagyon tuti. Nagyon-nagyon tetszik. Na jó, mutatok mindjárt egy közeli felvételt. We'll be driving on state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. Egyébként teljesen talkumentes és Olaszországból származik, ugye, és bőrgyógyászatilag tesztelt, mint mindig a pupánál. Na nézzük, mi itt a következő, ez a Fix and Lift Eyebrow Styler a pupától. Erről azt írják, hogy színtelen szemöldökgél, erős fixálás, tartós eredmény. Na nézzük! Közben itt puskázok és olvasom, hogy színtelen gél, mely egyetlen lépésben formázza és rögzíti a szemöldököt. Ezt írják róla, így néz ki, és akkor mindjárt ki is bontom. Ezt is természetesen le fogjuk majd tesztelni. Viszont ami érdekessége, hogy nézitek csak, kétféle feje van, mármint úgy értve, hogy két oldala van, kétféle sörte hosszúsággal. Van egy olyan oldala, amin alig hosszú, csak ilyen kis picikék vannak, a másik oldalon pedig hosszabb, ugye itt a kefe. És erről meg azt írják, hogy intelligens applikátor, az applikátor hosszabb sörtéi, a hosszabb sörtés része a szőrszálak fésülésére alkalmas, a rövidebb sörtés fele pedig a formázásra szolgál. Na majd ki fogjuk próbálni, olyat még nem használtam ilyen szemöldök bigyuszban, ami ilyen kétféle fejű lett volna, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lesz. Kíváncsi vagyok. Következő pedig, ami itt van, ez a Caring and Priming Face Olja. Na, erről is puskázzunk egy kicsit. Ez arc highlighter, olaj, elixír, virágszirmokkal. Nézzük. Virágszirmok. Ne már! Ez se komoly. Úristen, ide nézzetek. Látjátok, amit én látok? Hát konkrétan ott úszkálnak benne a virágszirmok. Azt a mindenit. Júj, de gyönyörű vagy. Jaj, de engem ugye lehet az ilyenekkel varázsolni, hogy nem igaz. De nézzük, hogy mit írnak róla. Erről azt írják, hogy szépség elég szír a láthatóan frissebb, rugalmasabb arcbőrért. Az arcápoló olajok bőrlágyító hatását visszafogott a ragyogós smink hatással ötvöző termék. Azt írják, hogy primerként a szokásos arcápolási rutin után használd, sminkelés előtt hagyd teljesen megszáradni. Kicsit biztos pumpálni kell az első használatnál, így. Highlighterként önmagában használva a ragyogó bőrért. Jaj! Jó, de gyönyörű! Ú, de érdekes állaga van. Egyébként elkezdett elfutni, azért nem vártalak meg titeket vele, hogy lássátok is. Az illata iszonyat jó, az állaga meg te érdekes, mint hogyha folyékony zselé lenne. Van ennek értelme? Nem olyan teljesen, mint egy olaj, nem is olyan, mint a folyékony szappan, olyasmi, mint egy folyékony zselé. És ahogy így nézem, ezer milliárd, de eszméletlen finom csillámka, vagy nem is tudom, mi van benne. Úristen, nagyon szép. Hát ezt majd biztosan ki kell, hogy próbáljuk együtt. De ott van. Nagyon jó illata van. Na jó, Istenem! Én imádok a pupától PR csomagot kapni.
Bevallom őszintén, gazdag tápláló összetétele van, gyorsan beszívódik, használat után a bőr bársonyosan puha, és a hozzáadott aranyszínű mikrogyöngyöknek köszönhetően enyhén csillogó lesz. A porcelánvirág kivonat ragyogóvá teszi a bőrt, míg a szalmagyopár szirmok antioxidáns hatása kellemesen üde megjelenést biztosít. Szolid virágillattal rendelkezik, bőrgyógyászatilag tesztelt, és származási helye Olaszország. Én most itt mellettek egy kicsit szaglászni, jó? Egyébként érdekes, mert a virágillatot konkrétan én nem nagyon szoktam szeretni, de ez nagyon kellemes. Ez ilyen kis visszafogott tényleg, de nagyon jó lett van. Na jó, hát őt is le fogjuk tesztelni, gondolom benne vagytok, ugye? Majd mindenképpen meg fogjuk nézni, de mi maradt még itt nekünk? Ó, még két dolog is van, az egyik, egy highlighter. Júlyót nagyon-nagyon vártam, mert őt is láttam már fotón. Nézzük meg. Porállagú highlighter az arcra. Így. Sunny Afternoon Face Highlighter, a hivatalos neve 001-es. Még én sem nyitottam ki, csak fotón láttam. Nézzük, a műanyagot ki is szedem. És nézzük. Te szép vagy! Jó, de gyönyörű! Jó, most a visszajelzőn nézem, de nézzük élőben is. Júj, hát azt nem is láttam, hogy ez is tele van ilyen apró csillámkákkal. Hát azt nem tudom, hogy visszaadja a kamera, majd amikor a közeli felvételt felveszem, akkor hát ha jobban. Gyönyörű, de ebbe is hogy nyúljak bele? Hát milyen szép már. Hát úristen. Na jó, hát muszáj lesz, muszáj lesz. Nem lett baja. Jó. Á, és nem tűnt el róla a szép kis csillám. Emlékeztek, hogy a Sizzlinél milyen rosszul esett, hogy belenyúltam, és egyből eltűnt a varázs. Ezzel rajta maradt a csillám. Úristen! Hát igen, ez is nagyon szép, ugye? Első ránézésre ez nem tűnik annak a holdról is látható fénynek, inkább ilyen visszafogottabbnak. És én ugye szeretem a holdról is látható fényt, bevallom őszintén, de azért, ez is szép. Azért ez is szép. Na majd arcon nagyon kíváncsi leszek, de hát ez a forma. Gyönyörű. Wanna take on the world and do something? Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you think that you want it? Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a coaster. I wanna have kids of my own, yeah. Na és akkor még nem végeztünk, mert ebből a kollekcióból hol is van, van itt egy lip gloss, ezt is nyissuk ki. Ja, a highlighterről írtak valamit. Talkummentes, krémes állagú, igen, virágos díszítéssel, igazából ennyi, ez is bőrgyógyászatilag tesztelt. És akkor lenne egyébként szájceruzája is, ezt így mutatom meg nektek, az nincs itt az én csomagomban, de van szájceruzája is két új színben. Ezek is biztos, hogy tetszenének nekem, és van itt kétféle színű szájfény is. Na, ebből meglepetés, hogy én melyiket kaptam, illetve lakkok is vannak különben a kollekcióban, azt is így megmutatom, csak hogy a brosúrát, ugye, amit én is kaptam róla, az nálam itt most nincsen. A szájfény viszont nekem a 209-es. Na nézzük, az melyik. Az melyik. Jaj, de szép! Is. Nagyon kis szép. Ez a csomagolása is tetszik, de hát ezek annyira ilyen nagyon finom, apró kis csillámok vannak benne, és ez nekem nagyon-nagyon bejövős. Nézzük meg. Hát ebből is kikenek valamit ide, hát ha látszik. Valami csoda belőle. Oh, Jézus! Júj, de szép vagy! Júj, de szép! Micsoda fénye van. Jaj, de szépen csillogsz. Na jó. Alig várom, hogy felavassuk. Gyanítom, hogy két videót fogok hozni, ugyanis egyrészt van ez a teljes szett, ugye, amit most itt mutattam nektek. Másrészt pedig, ugye van még egy része a csomagnak, amit mindjárt megnézünk, és szerintem külön fogom a kettőt szedni.
A szájfényről írnak valamit. Fényes, tehát és simán ragyogó ajkak 3D hatással, innovatív gélállaga lágyan oszlik el a bőrön, és vékony, jól tapadó réteggel vonja be ajkaidat, mégsem hagy ragacsos érzetet. A hozzáadott hialuronsav gyöngyök hidratálják és feltöltik, a mangó kivonat, hát ez nem igaz, pedig táplálja az ajkakat. Speciális zselésítő és filmképző hatóanyagai nedvesen csillogó hatást biztosítanak. Pörtügyászatilag ez is tesztelt származási hely Olaszország. Hát én már is nagyon boldog vagyok. Na de nézzük akkor, mik maradtak még itt. Van egy pár Vamp eyeshadow. Ennek meg több érdekessége is van, de mindjárt el fogom nektek mondani, hogy micsoda. Na hát, Vamp eyeshadow-k eddig is léteztek, most viszont három fő újítással álltak elő. Az egyik, hogy újrahasznosítható a csomagolás, a másik, hogy hoztak új színeket, új finiseket, és akkor ehhez itt mindjárt puskázok is, hogy a hat új finis, most azt hiszem, jaj, mit? 1, 2, 3, 4, 5. Én 5-öt kaptam, nem tudom, hogy melyik maradt ki, de mindjárt megnézzük. Először is van olyan, hogy Fusion, ez még pontosan nem tudom, de utána fogunk járni, van egy olyan. Finisű, van olyan, hogy top coat, azt értjük, fedő, van olyan, hogy wet and dry, tehát tudod vizesen és nedvesen is használni, van olyan, hogy gems, húha, az valami csillogó lehet? Nem tudom, ezt majd meg kell néznünk, és van matt is, és akkor mi maradt ki? Ja, metalik, nekem metalikom nincs itt, de ennyi, egyébként a másik öt itt van. 36 teljesen új színt hoztak ki, és azt meg is mutatom nektek, nézzétek, csak 4 csoportra osztva. Ebből is kaptam, nem tudom még, hogy nálam mik vannak itt, de 4 csoportban oszlik el a 4 színvilág. Tehát először is van egy ilyen violet és pink színvilág, tehát ugye lila és pink, van egy gold és copper, tehát egy ilyen arany és bronz színcsoport, aztán egy green and blue, tehát zöld és kék, és van egy nude and brown, egy nude és barna. Ez a színcsoport. Hát nem tudom, hogy melyik korítálom, de nagyon izgalmas. Ja, és egyébként itt van arról is egy leírás, hogy egészen pontosan mit jelentenek. Ugye a mattak, az tökéletesen matt hatás, a wet and dry, az nyilván használható vízzel és nedves ecsettel és önmagában is, a metalika az fémfólia-szerű hatás, a gems értékes gyöngyhatású szemcsékkel gazdagított sejemfényű alap a többféle árnyalatban játszó színekért, az ilyen kevert lehet. Magyarul, ez szerintem ott a palettában is volt olyan. A top coat az csillogalnál tetsző, önmagában is látványos, de más szemhéjfestéket is ragyogóbbá tehetsz vele, tehát az olyan, mint egy transfer szín igazából. És a Fusion két kontrasztos szín és sejemfényű árnyalatok egy meglepő és intenzív párosításban. Tehát a Fusion meg egy olyan lesz akkor ezek szerint, ami két nem teljesen szokványos szín egymás mellé párosítva. Na, és akkor mit kaptam én? Nézzük! Nézzük csak! Meg ezt a kiszerelést is nézzük meg. Elvileg erről is kaptam egy használati utasítást, hogy itt hátul meg kell nyomni, és akkor kiszedhető, szétszedhető, ha jól értelmeztem. Nézzük csak, mert egyébként így van. Van benne egy kis applikátor, egy ilyen átlátszó a csomagolása, tehát látod mindig, hogy milyen szín. Ki tudod nyitni, ugye ez egy mono eyeshadow. Ott van benne a kis ecset. Itt. És hogyha itt hátul megnyomod, akkor ki lehet pattintani belőle a színt. És akkor szét lehet szedni, és lehet újrahasznosítós kukába is dobni. Ezek szerint nálam itt, jaj nem, 406 matt árnyalat van itt egynek. Nézzük meg őket. Sejmes, nagyon-nagyon sejmes. Még hol van a hely a kezemben, amit nem kaszoltam teljesen össze? Azt a matt szín, és ilyen könnyedén idehúzom, azért az jó. Nagyon szép. Ez egy jó a kihasználható szín, ennek örülök. De az az igazság, hogy bármelyiknek fogok, bármelyik színnek szerintem. De egy kicsit szurkolok, hogy legyen van benne valamilyen ütős szín is. Top coat. Top coat is nagyon jó jön. Én imádom az ilyen transfer színeket is. 200-as ez a top coat. Na, vajon az milyen színű lesz? Vajon? Olyan néz ki. Most így hamarabb látjátok, mint én, mert én még nem is láttam. Júj, ez ilyen kis csillogó. Nem akarom az ecsetet elhagyni belőle, ahogy itt mutogatom. Így. Ez ilyen nagyon csillogónak. Júj, ez ilyen... Fú, tudjátok milyen? Kicsit, mint a gyöngy. Csak ez üstben. Nem színjátszós, ahogy nézem. Júj, de szép.
És akkor ezt így használtam önmagában is, meg rárakhatom valami más színre is. Hát ez elég brutál tükörszínűnek néz ki, vagy tükörhatásúnak. Jó, ez volt a top coat. Aztán van itt egy wet and dry. Na, ez az, amelyiket vizesen is lehet, 202-es, meg szárazon is. Ez így néz ki. Ez egy gyönyörű arany. Megmutatom ezt is. Aha, és ez már ilyen domború, látjátok? Így, ez nem lapos pen, ez domború. Te úristen! Jézus Isten! Ilyen szárazon. Ez nagyon durva. És akkor mindjárt hozok be egy pici vizet, hogy esetleg vizes ujjal is megnézzük. És akkor most megpróbálok ide belenyúlni vizes ujjal. Meglátjuk, mi történik. Azt a mindenit. Így meg viszont akkor kenhetővé válik, és ez azt jelenti, hogy akár mondjuk eyelinernek is fölkenhetem. Azt a... Húha, így még fémesebb, fóliásabb. Uff, látjátok, mi lett belőle? Jaj, de szép! Jaj, de köszönöm! Mondtam, hogy egyébként PR ajándék volt, ugye? Majd a videó címébe is odaírom, és akkor egyértelmű lesz. Következő állagunk a Fusion. Na, akkor ez ilyen kevert lesz. Ez a 106-os. Nézzük. Jaj, ez egy nekem való szín lesz. Mondjuk nem tudom, milyen nem nekem való szín, de mindegy. Nézzük. De szépséges. De nagyon szép vagy. Te is, hello, szia. Ez így. Most így megpróbálom kicsit csíkosan felvenni, hogy látszódjon a két szín, de nem biztos, hogy ez így jól mutat. Igen. Nem akarom még összekeverni, mert ugye leszeretném majd videózni, de viszont veletek szerettem volna felvontani. De ez egy ilyen szín. Jó. De szép ez is. És mi maradt még hátra? A Gems. Oh no, most rajítottam el. De azért ilyen csomagolásban csak kibír még egy leesést, ugye? Reméljük. Na nézzük, ebbe pedig. Júj! Na, itt az ötös színem. A többi az nagyon jól felhasználható szín, de egy ilyen ütőset is vártam azért, hogy legyen benne, és hál' Istennek lett. Ez meg egy kicsit ilyen fényes lesz, akkor gondolom. Ide. Ó, kicsit ilyen fényes. Jaj, hát azt hiszem, lesz mit alkotni ezekkel. We'll be driving on state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way. Trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles. Trying to find a way. Searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Stupid noise or will. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, ya. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, ya. I wanna have kids of my own. És most értünk a végére, úgyhogy hamarosan akkor szerintem két videót is hozok, már próbálkozni fogok az elsődókkal is, meg megcsinálunk egy videót a teljes kollekcióval, a másik kollekcióról, amit az előbb mutattam nektek, a Sunny Afternoon-nal. Nagyon örülök, hogy ma is itt voltatok velem, írjátok meg kommentben, hogy ti bármelyik próbáltatok-e már így az újdonságok közül. Ez az első release 2023-ban a Pupának, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt is kipróbálhatom és tesztelhetem. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, írjátok meg kommentben, hogy miről szeretnétek a legjobban videót látni ezek közül, vagy hogy érdekel egyáltalán titeket, próbáltátok-e már valamelyik terméket, vagy esetleg, hogyha van a Pupának olyan terméke, amiről szívesen látnátok videót, akkor azt is írjátok meg. Hogyha szeretnétek támogatni csatornámat, akkor a köszönet funkcióval itt megtehetitek a videó alatt, egyébként pedig iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek meg.
mert az nekem nagyon nagy segítség. Nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy ma is itt voltatok velem. Gyertek minden hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap, 18 órakor élő csetben várlak titeket mindig, hogyha csak tehetem. Nagyon örülök, és nagyon köszönöm a Pupának ezt a lehetőséget ismét. Én imádok a Pupától PR csomagot kapni, és az újdonságokba beletúrni, úgyhogy remélem még sok-sok ilyenre lesz lehetőségem. Nagyon hálás vagyok most is ezért a csomagért, úgyhogy köszönöm a Pupának is, meg nektek is, és csodás napot kívánok nektek. Sziasztok!